Én szeretek vele riportot adni, mert akkor olyan biztonságban érzem magam, hogy majd biztos, hogy beszélni fog, meg mondani vicceseket, és akkor én úgy ülök mellett, és az úgy kicsit megnyugtat. Pont a minap mondtam, hogy ez őrület, hogy még mindig mekkorákat tudok röhögni rajta. Úristen, a Kornél van a gyerekekkel. Nem, miért a gyerekekkel? Ma egész nap én voltam velük. Igen. Azért nem egész nap, ne haragudj. Hát elmentél gitárórára, és akkor én voltam. Nem mentem a gitárórára. De ahol mentél reggel? Sokan mentem. Reggel hangalámondáson mentem. Pénzt keresek a családunk. Én nem azt mondtam, hogy kurva. Én csak azt mondtam, hogy amikor reggel elmentél, akkor én voltam a gyerekes. Az egy óra reggel. Így megtaláltuk egymást. Nyilván az elején... De... Jól mutattad, édesem, igen, valóban. Éreztem, érzékletes volt, láttam, hogy működte. Igen, nem titok, hogy mi iszonyú sokat dolgoztunk, vagy dolgozunk így magunkon, hogy ezt az energiát egy pozitív mederbe tereljük. A Palikék világa szólóban ezúttal egy házaspárt hívtam, ám Grillu Zorka és férje egyszerre nem tudott megérkezni, annyi teendőjük van, viszont bizonyára Dorkál is mondja, hogy hol van most Kornél. Jön, mindjárt itt lesz, úton van. Van-e ilyen, hogy esetleg megbeszéltek valamit, és máshogy alakulnak a dolgok? Azért egy művész házaspárnál ez számomra elképzelhető napi szinten akár. Egy szabadúszó művész házaspárnál? Bizony. Akadt már ilyen? Persze. Hát eleve mire megbeszéljük, tehát ott kezdődik. Tudod, mire megbeszéljük, hogy ki mit csinál, főleg most, hogy szünet van, ugye a bölcsödében is, és az iskolában is. És tehát, hogy mi ketten egyszerre legyünk valahol, az már ott kezdődik, hogy akkor a gyerekek hol vannak. Soma, Áron, hát tényleg. Hát igen. Egész pici úgy Áron. Áron, igen. Minden nap egy külön, egy ilyen táb, mint ami ott vannak ezek a... Oh, igen. Posztitokna. Igen, és hogy tehát minden nap kb. Egy ilyen agyamban így mennek így a posztitok, hogy akkor ki hova megy, ki a gyereket átveszi tőlem, elviszi, én veszem át tőle, akkor jön egy babysitter, akkor ide tesszük, oda tesszük, és akkor még, hogy reggelit, ebédet és vacsorát is mindenki kapjon körülbelül. Kapjon, vagy te készíted azt is? Hát nem tudom mindig én készíteni. Reméltem. De azért... Hát igen, tehát azért az sincs, hogy akkor most rendelünk a nem tudom honnan tudod. Tehát, hogy azért mindig valahogy, és akkor, hogy mindenki olyat kapjon, amit szeret. Tehát, hát igen, ugye valójában hát egy olyan színész házaspárról van szó, hogy millió sorozat, nagy film, nagy játékfilm, rengeteg színházi szerep, szinkronok. Igen. Kornél ugye mai napig aktívan persze, szinkronizál, meg, rengeteg mindenben hallom. Szinkronizál, és szerencsére vannak ilyen, ezt nem is tudom, hogy mondják, hangalámondás, vagy narráció, hogy... Na majd ő eljön, aztán én elmondja, persze, jó? Hogy ha eljön, tudod, a férfi, akire várunk. Egyébként sokat vártál rá. Életem során, a Korcira? Mm-hmm. Igen. Hát szerintem apukám úgy föltette a lécet ebben a témában, hogy már nehéz überelni, hogy... Egy férfire mennyit lehet várni? 30 éve ismerlek, Dorka. Nem is tudom elinni ezt a nagyon-nagyon régi dátumot. Méghozzá a régi kedves vőlegényemnek a nagy játékfilmében szerepeltél, vagyis hát én annak vettem már az Angst volt, amit minden este oda-vissza néztük, egyébként főiskolás vizsgafilmje. A Nagy András volt az operatőr a filmnek, és ipari kamerákkal a metróban lett felvéve, igen. Nagyon fiatal voltál még. Nagyon, akkor, igen. Dorka. Hogy élted meg a sikernek ezt a hirtelen beköszöntét? Ha akkor kérdezted, akkor azt mondtam volna, hogy semmi. Utólag, tehát én egy nagyon zárkózott ember vagyok egyébként, és nyilván nem tudtam, szóval nem vagyok egy ilyen könnyen megnyíló ember, és nyilván ez nehéz volt akkor úgy hirtelen, az a sok figyelem. Szóval ez nagyon furcsa egyébként is ez a amikor, most annyi gondoltam, tehát, hogy minap beszélgettünk arról, hogy milyen nehéz egy gyerekszínésznek normálisnak maradni, tehát, hogy mennyi gyerekszínész látunk, aki aztán öngyilkos lesz, meg megőrül, meg drogos lesz, meg minden. Vagy és csak hogy... elkallódik, igen. Igen. Vagy csak pusztán elkallódik, bárhol, bármelyre. Igen, de hogy azért nagyon sokan bele is kattannak, tehát, hogy ez a fajta ilyen figyelem bekapcsol, figyelem lekapcsol, vagy hogy középpontban vagyok, kikapcsolom, hogy a középpontban vagyok, tehát ebbe azért szerintem úgy a bizniszünkben kevés embert látsz, aki ezt tudja normálisan kezelni, nagyon szerintem. Keres. Aki nem akar otthon is a középpontban lenni, vagy aki el tudja viselni ezt a fajta figyelmet, akkor hirtelen. Tehát, hogy, tehát azért nagyon sok ember szerintem egy kicsit így ketyós lesz ettől. De nem te.
És ne, nekem inkább az volt, hogy ilyen, tudod, mint amikor hogy rávilágítanak a macskára az úton, vagy nem tudom, és akkor ilyen, ez a mai napig így van néha, hogyha nem vagyok ilyen ebben az állapotban, ilyen beszélgetős társasági állapotomban, és akkor mondjuk be kell menni egy ilyen riportra, vagy nem tudom, és akkor hirtelen úgy érzem, mint, hogy így várjál, most így beszélni kell, így összetett mondatokban, így okosan, így szépen, így vidáman, így hú, várjál, és akkor ez egy ilyen... Aha, nyomás egy kicsit. Váltás, tudod? Uh-huh, az agyamban. Igen. Na, hát ezt így elmondtam nektek. Ezt a... De egy cuki kis macskára. Nekem valójában tetszett ez a fajta szerénység, és sokan nem tudtak vele mit kezdeni, de milyen érdekes, ott vagy mindig reflektorfényben. Tehát nem, az ember nincs mindig reflektorfényben. Nem. Az ember otthon is van, és a kertben is van, és főz, és izé, és akkor tudod, szóval nekem inkább azok az emberek, akik mindig, akik egy társaságban is mindig ők ott beszélnek, mindig őket kell hallgatni, mindig ők akarnak a középpontban lenni. Szóval nekem inkább mindig az volt egy olyan ijesztő dolog, és nyilván az ettől való félelmemben és van mi ez volt ez a, valami rossz példát láttál magad előtt, az iménti sorsok, az elkalódott sorsok rémisztettek meg, vagy egyszerűen ez személyiségedből fakad? Nem, kevés embert látok, aki így normálisan tudja ezt úgy csinálni. Tudod, hogy úgy ember is, de közben híres is. Szóval szerintem ez nem egy ilyen evidens dolog, ami ilyen evidensen történik az emberekkel. Valóban nem. De a színház, a film, éneklés, zenekar, tehát nagyon sok területét összefogtad a művészetnek. Hát igen, és most tavaly rendeztem, uh-huh. Úgyhogy most már meg, most ezen vagyok rajta, ezen a rendezésen. Tényleg most már el kéne döntsem, hogy mi leszek, ha nagy leszek, én is érzem. De most meg ez az, ami iszonyatosan izgat, és iszonyatosan szórakoztat. Szóval most, hogyha azt mondod, hogy jön a jó tündér, és akkor most ezt lehet csinálni, akkor én azt mondom, hogy most hadd rendezzek egy kicsit. És igen. Akkor most úgy érzed, hogy ez az új kihívás talán, ami a végső lesz, vagy még? Nem tudom, hát most tavaly, ugye én 5 éve dolgozom a Trojka Színházi igen. Társulással, és akkor tavaly jutottunk odáig, ők már mondták egy pár szó, hogy rendezek, és akkor mondtam, hogy jó, akkor most rendezek egy előadást. Uh-huh. Jutottam el idáig így belülről, lehet, hogy megjött Korci. Nem, még nem. És akkor az az előadás cím, hogy Szexmasina, vagy vágyaink meghurcoltatása, amit Závada Péter írt a mi történeteink alapján a szexualitásról. És ezt az Alter Ego klubban játsszuk, vagyis játsszák heten, én csak rendeztem. Ó, és tényleg megjött. Ugye? Ennyi, hallottam. Szia Kornél, kérlek, ülj le hozzánk. Milyen hegyke bajszot eresztettél, nagyon igen. Szép. Köszönöm, ugye? 1000 éve Sinom. Nem találkoztunk. Hello. Simon Kornél, akit eddig csak beszéltünk róla, de tényleg létezik, nem olyan, mint Kalambó felesége, hogy igen. sokat vártuk, de egyszer megérkezett. És Bargóval. Igen. Egy filmszerphez kell, de ennél többet sajnos nem árulhatok el. Tudtam, természetesen így. Nyilván. Bár annyira cool, hogy azt gondoltam, hogy lehet, hogy így a... Minden a példában, és most hát kortyintok. Nyugodtan, Kornél kortyint. Csak alliterációkban beszélünk ma. Igen, hát egy magyar vándor, egy szabadságszerelem, megdönteni hajnal témát, hogy egy kicsit ugye a nézőinket is képbe helyezem, nem mintha kellene, de rengeteg szinkronhangodról beszéltünk. Dorka mondta, és ó, hát az mai napig egy aktív vonal nálad. Abszolút. Ugye az alkonyatban kit is szinkronizáltál? Ne viccelj, mert tele van veled a net, csak aki tényleg? Nem lát alkonyatot, annak ugye nem mond semmit. Én sem, az igazság, hogy nekünk ugyan van tévénk, de nincs benne adás. Vagyis volna, ha végre elmennénk egy ilyen kis pütyüszkére a megfelelő tévétársasághoz, vagy kábelszolgáltatóhoz. Uh-huh. Úgyhogy van tévénk, leginkább a kisfiunk szokott rajta YouTube-ot nézni. Nagyon ritkán látom egészben azt, amit én magam csinálok, vagy azokat a színészeket akcióban, akiknek én kicsi részletekben kölcsönözöm a hangját, úgyhogy sajnos az alkonyatról se tudok. Pedig a kisfiad biztos, hogy az Amerika kapitányban is látott. Hát igazából hallott. A Marvel, ha már a Marvel univerzum, akkor ugye én a Dr. Strange hangja vagyok, és ez igen, akit ugye Benedict Cumberbatch játszik, és hát tulajdonképpen Benedict Cumberbatchnek most már így mondhatjuk, hogy egy ilyen állandó magyar hangjává avanzsáltam. Olyannyira, hogy most készült ugye Bear Grylls csinálóját, hogy különböző hollywoodi nagyságokat hív magához meg egy ilyen, vagy egy-egy ilyen meglehetősen embert próbáló természetbeni túrára, vagy kirándulásra, ahol azért van jégeső, meg le kell ereszkedni különböző sziklákon, meg mint tudom én, krokodil tenni, vagy hát nem is krokodil, de mondjuk ilyen magukát. Ez rágós lenne. Igen, kagylókat.
És most elindította ezt a sorozatot, és nagyon sokan a hollywoodi sztárok közül, amennyire én tudom, persze, hát nem tudom, lehet, hogy csak urbánus legenda, vagy nem tudom, folyosói pletyka, de hogy tök sokan voltak, hogy és engem miért nem hívott meg? És akkor elkezdtek neki írogatni a, nem tudom, Bradley Cooper, és lehet, hogy a Cumberbatch is írt a Bear Grylls-nek, hogy hát hát én is nagyon szívesen, és én is a természet embere vagyok, és most volt egy ilyen epizód, amiben ők ketten tényleg ott meredek sziklafalról leereszkedni, csúszós kölkkel mászkálni, tényleg kagylót fogni, akkor az éjszakát a szabadban töltötték egy ilyen tákolmány alatt, szóval tényleg kemény volt. És akkor, ami azt gondolom, hogy szakmailag egy tök jó dolog, hogy a szinkron stúdió úgy gondolta, hogy ez ugye hangalámondás, nem szinkron, de hogy... Hangalámondás. De hogy mivel a Cumberbatch, ezért mi lenne, hogyha én adnám a hangomat hozzá. Úgyhogy ez, szerintem ez egy tök jó, szakmailag is egy tök jó, meg egy megtisztelő dolog, úgyhogy nagyon örültem neki. Azon nevetgéltem itt, és szerintem Dorka pontosan vette az adást, hogy bejött az urad, és azóta ő beszél. És elképesztő. Kézzel előtte egy olyan figuráról beszélgettünk, hogy mondja Dorka, hogy neki mindig furcsa az, aki ugye egy társaság központjában mindig rá kell figyelni, mindig. De Kornélra lehet figyelni. Nagyon erős a jelenléte. Hát nem, köszön, örülök, hogy így látod. Nem, Dorka? Most beszéljünk kicsit rólam. Láttál legutolsó darabomban? És jó voltam? A közös darabodban láttál? Az még egy izgalmas. Jól belecsapunk így a közepébe, Imedias rész. Igen. Akkor sokkal könnyebben megnyílik szerintem, mint én egyébként, nem? Szerintem is, nyilvánosan, igen. Én szeretek vele riportot adni, mert akkor olyan biztonságban érzem magam, hogy majd biztos, hogy beszélni fognak, mondani ilyen vicceseket, és akkor én úgy ülök a mellett, és az úgy kicsit megnyugtat. Azért izgultál ennyire, hogy idejére. Hát most már mondjuk, hogy többször felhívtuk Korcit, igen. Most már lassan én is így szólítam. Sőt, igen. A Korci sokszor mond olyanokat, amit én így én nem is mondanék el soha, és akkor utána mondom neki, hogy te figyelj, most ezt... Ezt még kellett mondani. De hát nekem valami a szívemben a száma, nem tudok így filterezni, az igazság. Ez ilyen szentesi vonás. Én sokkal nehezebben, igen. Ugye? Könnyen lehet. Ott valahogy erre tanítottak, mondhatjuk? Vagy nem is kellett tanítani, ez jött zsigerből valamiféle? A légkörből adódott, igen. Hogy úgy ki lehetett mondani úgy mindenféle dolgokat. Cenzúra nélkül. Igen. A Szentesi Horváth Mihály gimnáziumról beszélgetünk, amit nyilván Dorkának nem újdonság. Egy gimnáziumban nevelkedtünk, bár a fiam lehetnél. Tehát, hogy én sokkal előtted végeztem hát azon a környéken. Sokkal, de hogy... Hát azért valami annyival, igen. De ami az izgalmas, hogy tényleg adott valamiféle olyan szellemi erős bőröndöt ez a hely, igen. Ahol azt érezted, hogy lehetsz önmagad, feltétel nélkül, ha nem fogadnak el, akkor azért se kell küzdeni. Igen. És még mi minden más? Hát sokféle, csak azt gondolom azt, hogy kockázat nélkül lehet ezt sokféle identitást kipróbálni. Ugye pont a kamaszkorban 14 és 18 között az emberek rettenetesen keresik magukat, de hát nem csak mi. Ugye én koleszos voltam, nem tudom, hogy te is koleszos voltál. Hát mire lett volna pénzünk? Igen, albérletre állt. Ojjaj. Azt hiszem egy albérletes osztálytársam volt, és nekem három is. Szentesi. És mi mindannyian többiek kollégisták voltunk, és hát ugye ott voltak erős és gyenge áramú szakközépiskolában tanulók, ugye szakközépiskolai technikum, ez a Pollák, a pollákosok. Pollák miért? Uh-huh. Igen, voltak mezgések, közgések, a mezőgazdasági technikum, a közgazdasági technikum, voltak egészségügyisek, és hát mindenki kereste magát, mint ahogy 14 és 18 között mindenki keresi magát, de azt láttam, hogy ez nálunk ez nem ekkor, nem akkora etvasz. Hogy igen. Most valaki mondjuk a mai napon úgy jön be, hogy egy kicsit punk mondjuk, aztán a következő nap egy kicsit darker, vagy akkor ilyen alteros, hát persze általában ilyen alteros volt inkább mindenki. Alteros vonal jött. Alteros. Meg de a punk. Ki lehetett próbálni? Akkor azt se tudtok, mi az. Akkor kispál és a bors volt. Meg tényleg az ott, meg üveges csirkeszemek. Én őket kísérgettem, mint punk fesztivál. Az szervező zenekar volt, nem? Nem, de mire megjöttek Szentesre, nem volt üveg az ablakon. És annyira féltem 40 kilósan, hogy ezzel hogy számolunk el, hiszen rám bízták ezt a szuper csapatot, de nagyon csíptelek benneteket, fiúk. Kornél, nagyon izgalmas ez, amit mondasz, és próbáltam közben számolni, ami nem az erősségem, restellem, de nem az, hogy te már akkor megfogalmaztad magadban, mert egy ilyen szép romantikus, a lelkemnek szüksége van erre, mondatot olvastam, hogy én már egyszer tudtam, hogy a Grylls Dorka a feleségem lesz. Én úgy, ezt, hogy mondjam, ez nem, ez, nagy, ezt magam sem értem a mai napig, hogy ez hogy kunkorodhatott föl bennem ez a gondolat. Ugye ez egy sztori, hát hogy az életem sztoria most már, vagy hogy nem tudom, hogy az első találkozásunk, amire Dorka nem emlékezhet, hiszen ő nem látott engem, csak én láttam őt, bocsánat.
És ez a szegedi régi hídon történt, ugye ott két híd van, a régi meg az új híd, és akkor vagy valamilyen az akkori férjének, ugye Geszti Péternek valamelyik zenekarának a koncertje volt, vagy a Dorka játszott a szabadtéri, ezt már nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy ugye ez egy vidéki nagyváros, de az hát mégiscsak, hogy most akkor melyik híres embert lehet ugye a szegedi szabadtéri környékén, melyik híres embert lehet valamelyik sarkon levadászni, vagy ne adj Isten éjszaka valamelyik kocsmában, de nem mondtam, ez nem ilyen nem fordulhat elő. Szóval akkor mindig volt egy ilyen, a városban volt egy ilyen, hogy na, úgy az ember kicsit nyitottabb szemmel járkált, hogy akkor ki fog fölbukkanni a következő sarkon, és akkor egyszer, ahogy caplattunk át Szegedről Új-Szegedre egy haverommal, akkor így láttam a Péternek a Beatle-ét, ugye, hát lassan jöttek, és akkor láttam, hogy a Dorka vezet, és szemmelhetetlen nem voltak valami harmonikus viszonyban abban a pillanatban, és így néztem hosszan az autót, és akkor valami, de valami isteni sugallat, nem tudatosan fogalmaztam ezt magamban meg, hogy na, egyszer ez a nő a feleségem lesz. Gondoltam, Jézusom, mondom, miket gondoltam, menjünk tovább, ezért nem tudom, hova mentünk éppen. Ez igen. És akkor ez aztán így lapoztunk is. De hát természetesen, amikor az anyukája fölhívott, hogy akkor rendezne egy darabot a Dorka és az én főszereplésem, és hát összesen ketten szerepeltünk benne, akkor az azért így kicsit így előjött, hogy akkor most mi lesz? És hát ez lett. Ez lett, és tegnap ott álltam az ágyban szembe, egy és házasság. Ott volt három férfi az ágyamban. Ott feküdt három férfi, és kérdeztem a Korcit, hogy mikor lettetek ti hárman. Ez elején csak egyedül voltál, és itt van három pasi. De szép ez. De és Áron még nagyon pici, ahogy mondtuk. Ugye nagyon. 11 most már a Soma lassan, ugye? Mm-hmm. Már el is múlt. Igen, ez nagyon tényleg, ez, hogy itt 13 éve együtt vagy, most már akkor mindjárt 14, ha a Soma 11, szóval, hogy ez nagyon gyorsan elment valahogy. Tényleg. Te is érezted igen hamar, amikor a közös darabban elkezdtetek próbálni, hogy ez egy izgalmas manus, mert izgalmas manus. Az kétségtelen. Hát nem unatkozol, édesem, nem? Vicces, az biztos, azt is pont minap említettem, valami orbitális vicces. Igen, valami. Valami brutál, tehát ilyen kegyetlen. Erős, fekete humor. Nagyon, és a Somikával, szóval szörnyűek tényleg. Ketten és együtt, pont a minap mondtam, hogy ez őrület, hogy még mindig mekkorákat tök röhögni rajta. De hogy ez az örök szerelem titka. Én azt hiszem, hogy a humor érzik. Nekem a férjem az első, aki értette a szarkasztikus humorban. Soha előtte senki. És magyarázni, akkor már megette a fene. Elsőre ért minden. Igen. Nálatok talán ez. Ugyanis ez Dorka olyan kegyetlen humorom akkor szintén, hogy akarják a tograjta röhögni. Egyébként, és tudom, mi a vicc, hogy nyilván nem tudok annyira belelátni a színházi létbe, és mikor válik el egy szerep az embertől, de valahogy minden szerepedben érzem. Akár a Megdönteni hajnal Tímát, de a legjobban az ízig vérik Dorkának, itt ecseteltem, hogy nagy kedvenc sorozatom volt. Bélpoklós kislány vagyok, imádok enni. Aha. Falánk, és egyszer-kétszer végignéztem, írtam is neked, hogy kívülről tudok egy-két dialógus, szenzációs, főleg amikor a nagy hegyen a félig a medium steakeket sütött, de vannak nagyon jók, aztán Dorka megbocsájt, majd mégse, majd, és azért ott reme, a kémia mégis, igen. Ott van végig, és hallom, hogy otthon te főzöl. Ezt így nem mondtam, hogy ő néha, főzne, arra, hogy azt mondom, hogy ez a legjobb, tényleg. Látod, így fog felírni. Akkor az van, hogy úristen, a Kornél van a gyerekekkel. Nem, miért gondoltam? A gyerekekkel, ma egész nap én voltam velük. Tényleg? Tehát, igen. Azért nem egész nap, ne haragudj. Hát délután elmentél gitárórára, és akkor én voltam. Én nem mentem a gitárórára, Dorka. De ahol mentél reggel? Én soha nem mentem. Reggel hangalámondásra mentem. Akkor hangalámondásra pénzt keresek a családunknak. Én nem azt mondtam, hogy kurva, pardon. Én csak azt mondtam, hogy amikor reggel elmentél, akkor én voltam a gyerekekkel. Jó, hát az egy óra rendben. De az ott én voltam. Lehet, hogy egy gitáros manust fog szinkronizálni. Tehát, hogy ez mosódott össze. Nem. Egyébként jó, amit a Dorka most végigvitt itt, hiszen azt mondja, hogy ilyeneken éltek. Annyi mindent kell feljegyezni. Ja. Nem, de a fejemben az, vannak, igen. Ez így. Fejemben az igen, ez őket. Látszik, ez teljesen ilyen a Dorka feje. Igen. Belülről szerintem, vagy legalábbis én ilyennek képzelem. De te tudod követni? Nem. Nem? Nem. Nem. Mert ő egy kicsit rejtélyes, izgalmas. Nem, azért, mert ő nem tudja követni. Ja, mert nem tudja. A saját életemet sem tudom követni, nem hogy az ő gondolatait. De micsoda logisztika. De ez igaz egyébként. A rejtélyes, izgalmas, ez igaz. Az igaz, ugye? Ezt nem cáfolnám egy pillanatig. Igen, ritka, hogy ő bárhova is elmegy, főleg egy ilyen hosszabb interjúra, egy podcastba. Nem. Mert szerény vagy ebben is, ahogy az imént te vezetted le. Ritkán hogy tudsz. Nem vagyok egy olyan... Na, igen. Igen, nem vagyok egy ilyen.
Nagyon szerepelni vágyok. Nagyon szerepelni vágyok. Nem, semmiképpen. És nálad ez a helyzet viszont egy kicsit belehúztad Dorkát talán ebbe. Ez olyan érdekes, mert szerintem furcsa, mert hogy valahogy az ő introvertáltsága, az én introvertáltságomat egy kicsit megváltoztatta a másik irányba. Bár bennem azért mindig kicsit jobban benne volt a bugi, hogy akkor kicsit terepelni. Kicsit inkább, mint a kisfiunk, a nagyobbik kisfiunk, a Somika, ő ilyen. És azért én gyerekkoromban nagyon hasonlóan volt. Tehát, hogy az volt, hogy most Mikulásnak lehetett verset mondani, vagy bármit, akkor tehát kinek a keze van először a levegőben a kis kornélkái. Tehát azért ez így bennem volt. Aztán valahogy ez pont a gimnáziumban egy kicsit lecsöndesedett. Aztán elkezdődött a, ugye, a színházi élet, mert hogy a professzionális színházi élet, akkor úgy éreztem, hogy ez így nekem így megvan, hogy így tök a helyemre kerültem, ott a színházot lehet szerepelni, nem kell az életben is majomkodni folyton, mert tökre kiélem a színpadon. De azért úgy, igen. Szóval, hogy az, hogy ő még zárkózottabb, mint én, ettől valahogy én egy kicsit kinyíltam, azt hiszem. És akkor így, igen. De szép ez, amikor kéz a kézben, de mégis formáljuk egymást, mert ugye tényleg egy valami állandó a változás. Igen. És valóban egy picit lazább ez a lány. Képzeld, 30 éve ismerem, wow, az Angstnál. Nem gondoltad, hogy majdnem régebben, mint te? És nagyon tetszett egy szerepében, ami valójában ipari kamerákkal lett fölvéve, tehát szuper közelikben nem lehetett látni a nagyon apró dolgokat, és aki ott tud színpadi jelenlét, vagy filmes jelenlétben erős lenni, erről beszélgettünk előtted. Megkésve bár, de megérkeztél. Igen. Nagyon izgalmas volt a ti közös darabotok. A te anyukád lehet, hogy sejtett valamit már, Dorka. Hogy nem véletlen volt a választás. Biztos. Miért mond Simon Kornél, amikor felhívja az édesanyád Kornélt? Hogy egy két szereplős darab, ketten. Ja, meg is nézték igazából. Tehát megnéztek engem. Tehát úgy lettem kiválasztva, egy hosszú casting van. Ja, de nem hiszem azért. Szerintem a mama tök boldog volt, hogy Dorka látszólag révbe ért Németországban. Tehát, hogy szerintem ezt nem akart ő ebből kimozdítani, a világ minden kincséért sem. Mert ez jól működött, ez az ingázás Németországban, ahova vágytál is mindig, munkákkal olyan szépen, örökös repüléssel. De szerintem, hogy anya, az nem ilyen tudatos. Én például nem akartam ezt az előadást olyan nagyon csinálni, és akkor ő addig már így megsértett szinte a végén, hogy most már mit képzelsz magadról, meg ilyeneket mondott nekem, hogy én ezt csináljam mindenképpen, és akkor aztán úgy bele, hogy én ezt játszam el, ezt a szerepet, és akkor aztán tényleg több variáció volt, és aztán a végén már mondtam, hogy mama, nekem mindegy, választál valakit, és akkor azt én jövök és eljátszom, mert úgy éreztem, hogy és akkor a mama választotta valóban apukámmal a Kornélt. Szóval, hogy ez szerintem nem egy ilyen tudatos dolog, és aztán a végén, amikor egymásba szeretünk, amit a mama egyáltalán nem vett észre, akkor meg teljesen kikészült. Nem, egyáltalán nem vette észre. És akkor teljesen kikészült, hogy ez mi, akkor azon készült ki, hogy úristen, akkor én most ezt ő csinálta ezt az egészet, szóval szegény így akaratán kívül az életemet egy egészen más vágányra átterelte. Igen. De milyen jó vágány. De valahogy azt nagyon határozottan. De teljesen akaratán. De úgyhogy még a kezét is eltörte egyszer, amikor azt. Ne. Ez is egy hosszú sztori, de hogy most, hogy így összeszedjük, eddig nem kristályosodott ki teljesen, de elképzelhető, hogy valami felsőbb erő munkált az édesanyádon keresztül, a Katén keresztül. Tehát, ugyan, mert tényleg nagyon agilis volt a Dorkával szemben, engem is pikpak behúzott a csőbe, tehát hogy ott nem volt a pellát, amikor fölkért erre, és aztán az volt, hogy a Dorka visszarepült Németországba, és akkor úgy volt, hogy mi nem fogunk találkozni, és akkor már miután szerelmet vallottunk egymásnak, és dehogy ez nem fog menni, és nem tudom, hogy csoda, és különben is felejtsük el az egészet, ez 6 héten keresztül mondtuk egy másiknak, hogy téged szeretlek a világon a legjobban, ez biztos csak ilyen szerep, nem tudom, váljunk szét, és akkor múljon el az egész, vagy derüljön ki. És akkor a Kati ezt csak eltörte a kezét. Hogy, és nekem hogy, miért kellett hazajönni? Mert vigyázni kellett a Tóbiásra. Tóbiás a unokaöcsöm. A testvéremnek a kisfia. Igen. Köszi. És nem akkor, eltört a Kati keze, és nem tudott vigyázni a Tóbiás. Haza kellett jönni a Dorkának. Igen, mert ugye mi volt ez a darab? Egyébként konkretizáljuk már, amit ti két szereplős darabotok, amiben a Varsói Melódia. A Varsói Melódia. Akkor. De most csináltunk egy újat. Tudom. Az üvegfal. Az üvegfalat, igen. Azért ez nagy mélységeket kapargat. Tehát egy bántalmazó, amit igen. lehet olvasni, hogy egy nagyon kemény házasság sok hullámvölggyel. Igen. Miért pont ezt? Dobra is arról a regényéből csináltuk. Akkor már kerestünk egy darabot, amit ketten tudunk megcsinálni. Vagy egy olyan anyagot, amiből tudunk ketten csinálni előadást, és akkor a Saci csinált velem egy riportot a Nőklapjába,
És mondta, hogy írt egy könyvet egy bántalmazó kapcsolatról, ami elmeséli a kapcsolatot a férfi és a nő szemszögéből is. De jó. És akkor én elolvastam azt a könyvet, és azt gondoltam, hogy ez szuper, tényleg nagyon jól van megírva, és nagyon erős ez a történet egy olyan kapcsolatról, ami kívülről a világ legjobb kapcsolatának tűnik. Tehát ha bármelyik szomszédot megkérdeznéd, akkor azt mondanák, hogy itt minden rendben van, és hogy hol kezdődik a bántalmazás, és hogy mit él meg a bántalmazó, hogy hol vannak azok a pontok, hol vannak azok a sérülések, amitől ő egy másik realitást lát, hogy ugyanabban a pillanatban mit él meg az egyik fél, és mit él meg a másik, és hogy akit bántanak, az miért megy bele abba az utcába, miért hagyja magát bántani. Szóval borzalmasan izgalmas. És akkor megkértük Sós Attilát, aki a Trojkának a vezetője, amiről beszéltünk, amikor igen, megjött a Kornél, elkezdtem még mesélni, hogy rendeztem egy darabot, de majd a végén még elmesélem, amiben a Korci csinálta a zenét egyébként. Hát, zeneszerző is vagy. Nem. Hát, ez most inkább csak egy zenei szerkesztés volt. Amúgy igen, de ez, ebben nem szereztem zenét. De szállítottad a zenei anyagot, tehát. Hát segítettem is szállítani. De az üvegfalnak ő csinálta a zenét. Az üvegfalét én csináltam. És gitározik is benne. De szép. Igen. Egyet mondjál, megütötte a fülemet az imént. Nem, sóhajtott egy nagyon fájdalmasat, mert az, amiről beszélsz, tehát lassan olyan általánossá válik, és oly sok házasságról, és a hamis posztok után, amikor azt látod, hogy minden rendben a social media felületén egy-e kapcsolatról, és már-már azt mondja az ember, hogy nekem hogy nem jött össze, kiderül, hogy ott van a legnagyobb. És elválnak egy hét múlva. És igen, elválnak. Igen. És borzasztóan bánt, hogy tényleg minden harmadik pár elválik ma Magyarországon. Minden harmadik? Nagyon-nagyon rossz arány, iszonyú statisztikánk van. De mi, ez világszinten rossz arány? Világszinten rossz arány. Mi sok mindenben vezetünk, ami nem kapha. Minden jó. De visszakanyag. Infláció? A háromszoros. Na, hogy Dorka és Kornél, hol kezdődik a bántalmazás? Már nem feltétlenül a fizikai, sőt, számomra százszorosan a mentális, ami nagyon fájhat. Az imént mondtad, hogy azt feszegeti a darab, hogy hol is kezdődik, hol lehet, miért marad benne? Az az igazság, hogy minél többet játsszuk a darabot, annál jobban definiálódik bennem is. És annál hamarabb veszem észre rengeteg helyzetben. És igaziból tényleg mindkét féle múlik. Tehát rajtad is múlik, hogy azt tudod mondani, hogy te... ezt nem akarom. Ezt igen, ne csinálom. Uh-huh. Ez nem jó nekem. Ezt vagy nem, kidérsz belőle, vagy... Igen. Uh-huh. Szóval, hogy ez egy ilyen, tehát, hogy nagyon kell passzolni, azt gondolom, tehát a játszma két felének uh-huh. ahhoz, hogy ez szépen kiteljesedhessen, és egy igazi mélyen megalázóan és rabulejtően bántalmazó kapcsolattá váljon. Mert azt gondolom, hogy tehát az nagyon furcsa, mint mondasz, hogy ennyi válás van, mert... De hát, közben még mindig jobb egy válás, mint benne maradni egy ilyen kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértek. Abszolút. De szerintem ez egyfajta ilyen... az önismeret hiánya és egyfajta ilyen éretlenség. Meg az szerintem az, hogy valahogy az, hogy az emberek, mondjuk nem beszélek úgy általában az emberekkel, meg nem is lehet az emberekről így általában beszélni, de én azt látom, hogy van egy ilyen, akkor is meg fogom oldani. Uh-huh. Egyedül, segítség nélkül, anélkül, hogy szakemberhez fordulnék, vagy az, hogy a pszichológusok uh-huh. csak a hülyéknek valók, hogy nem megyek pszichológus, ezeken nincsen semmi baj. Neked kéne elmenni pszichológus. Mert szóval ezek a... mutogatni bizony. Igen, hát lassan a legnépszerűbb szakma lesz, tehát aki belátó és tudja, hogy szüksége van rá, és még segíthet is egy 10 alkalmas terápia, lassan el fogok én is menni, de egy biztos. Nagyon kevéssé tudom elképzelni, hogy a ti házasságotokban hatalmas amplitudók legyenek. Olyan harmóniában vagytok. Pedig kicsit a yin és a yang. Pedig nagyon. Igen. Hangos vagy? Mert Dorkáról nem tudom elképzelni. Ő is tud hangos lenni, de én is, mind a ketten. Ezt most lehet, hogy tényleg nehéz elképzelni, de volt már égszakadás földindulás. Mindenhol van égszakadás földindulás, csak ugye kultúrát keretek között kell. Hát itt tehát, nem. Hogy... itt nem feltétlenül. Már most a darabról beszélünk, vagy rólatok. Rólunk, igen. Vagy hát én nem feltétlenül vagyok. De mindig hogy... visszajöttök belőle. Szerintem sokat fejlődtünk együtt, szóval biztos, hogy az is, hogy mi így megtaláltuk egymást. Nyilván az elején... De... Jól mutattad, édesem, igen, valóban. Éreztem, érzékletes volt, láttam, hogy működtek. Igen, tehát hogy annyira rá, tehát nyilván van mind a kettőnkben, vannak olyan sérülések, amik nagyon gyorsan tudnak így kapcsolódni egymáshoz, igen. És nagyon gyorsan tudunk bántani, és megbántva lenni ezáltal. Igen. És nem titok, hogy mi iszonyú sokat dolgoztunk, vagy dolgozunk így magunkon, hogy ezt az energiát egy pozitív mederbe tereljük, mert szerintem
mi nagyon-nagyon boldogok tudunk lenni együtt, és ugyanezt az energiát, amikor egymás ellen fordítjuk, akkor meg nagyon el tud indulni egy lavina, tudod. Igen. És én is például, tehát hogy az első jelből tud kimenni, kilépni. Nem elindítani a lavinát, eltaposni a hógolyót. Igen, ahogy Erich Kästner mondta, igen. De jó. Igen. De hogy ez nagyon sok munka. Ez nem magától. Micsoda tudatosság. Hát ebben van az a 14 év. Igen. Ez a rengeteg izgalom, ahogy egymáshoz hasonultatok, és ezek szerint akkor a nagy vihart át tudod konvertálni egy visszalépéssel már-már, ha nem is humorral, de békés keretekre. Sokat tanulunk tőletek akkor, és az üvegfalban ez ki van bontva? Hát az üvegfal nem a mi történetünk. Okay. Az üvegfal ad egy segítséget. Ad egy segítséget. Az biztos, hogy ad egy segítséget az életben például, hogy érzékenyebb lesz az ember füle bizonyos dolgokra. Vagy tényleg, a szeme jelekre. De akár a szedben is, tehát a forgatáson is sokkal hamarabb látom meg ezeket a viszonyokat, tudod, hogy hol ural le kikit, hol bánt kikit, hogy ez milyen iszonyatosan alattomosan tud elindulni egy ilyen történet, és hogy kell odafigyelni. És hát azt mindenképpen látjuk, hogy az üvegfal, amit a Gólem Színházban és a Lovasúton játszunk, és ősztől újra, hogy hányan jönnek, és hányan mondják, hogy ez velük is így volt, ez nekik is, mintha a saját történetüket hallanák, mintha a saját férjüket hallanák. Szóval ez egy nagyon fontos téma, igen. Az üvegfalon is tud. Igen. Ahol nem is a mesében, mert ugye sajnos nagyon is a valóság, de hogy valami kedves és vidám témával zárjuk, arra gondoltam, hogy egyrészt nagyon klassz, hogy itt voltatok, és egy vallomással tartozom. Amikor a Dorka állapotosságáról, az Áronnal történt állapotosságáról, egyszer olvastam a címlapon, a férjem azt mondta, na látod, mert egy évig könyörgött, hogy legyen kisbabánk. Uh-huh. Hát látod, hogy lehet 48 évesen, de hát nekünk sok gyerekünk van, neveljük fel, inkább tisztességben erre jutottunk, végül ez lett a konklúzió, de hogy te voltál, képzeld el, akivel példán statuált. Úgyhogy annyira örülök, hogy ilyen szépen sikerült, mert 48 évesen egy gyönyörű, egészséges kisfiúnak adtál életet, és ez kellett, ez a humoros manus is, a hegyke bajszával, mert akkor még nem volt. Nem, igen. Tudod, hogy pödröd folyamatosan? Igen, látom, hogy piszkál, amelyik nem szokott lenni. Szóval teljesen ez két napos, tehát hogy az is azért van ez a... Jó, két nap alatt ennyit növesztesz. Nem, úgy értem, nem, hát növesztettem az egészet, és aztán a többit levágták. Tegnap levágták a többit, és meg kellett még borotválkozni, hogy holnapra olyan legyen, hogy mint hogy egy hosszú napon lennék túl. Na, szóval ez a történet abban a zsűsznek. Úgyhogy ezért piszkálgatom. Dorka rendezéseiről még egyszer lesz módunk beszélgetni. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mit mond. Gondolom a férje lesz az első olyan néző, vagy a próba folyamat alatt is bennülhet-e? Amit csináltam. Így, hiszen ő gitározik benne, nem, ugye? Nem, ő válogatta a zenéket. Igen, tehát végignézi a te instrukcióidat is? Hát volt a főpróba héten, amikor benn volt, igen. Határozott, Dorka? Határozott, maximálisan, nagyon határozott. Nem úgy, mint itt. Nem, abszolút nem. De mondom, ezért kérdeztem. Igen, ott tudom, hogy nagyon meglepő is volt, abszolút, hogy na, hát semmi, ez arra gondoltam, hogyha nem, tok. Ott tudja, én nem tudom. Igen, az tök más. Teljesen más üzemmódba kapcsol. Teljesen más. Tényleg azért, igen. Lehet, hogy ez a te utad. Ezt meglátjuk. Majd jövök 10 év múlva, ha még élek, és elmondom. Ilyen genetikával minden rendben lesz. Még egyszer nagyon köszönöm. Mi is köszönjük, hogy itt voltatok. Üvegfalon is túl, és innen. Köszönjük szépen, Manna. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.